Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Január 3-a. A jó szellemek éjszakája. Ahogy ezt a napot átéled, automatikusan átviszed ezt az energiát október hónapra. Ez egy különleges nap, illetve éjszaka, a jó szellemek éjszakája, amikor kívánhatsz valamit, és ez a kívánság megvalósul. Ezúttal különösen arra vonatkozik, ami a párkapcsolatot illeti. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. És milyen témákról van szó? Október hónapról. És itt a mérleg jegye uralkodik. Tehát ezek a témák. Mint például a párkapcsolat, hogy szerencse legyen a szerelemben, meglegyen a harmónia. Azon kívül szerencse, harmónia, egy szép párkapcsolat, egy nyugodt, gyönyörű környezet, arra is kihat ez a szertartás, hogy valamit megszépíts magadon vagy magad körül. Ez lehet a hivatásod is, egy kreatív tevékenység. Nem csak a párkapcsolatra hat ki ez az energia, hanem az igazságra is. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami eddig igazságtalannak tűnt, akkor most van előnyöd, hiszen megkapod az igazságot. Ez lehet egy bírósági ügy is. Ami a gyógyító erőt illeti, hiszen erre is kihalt ez a szertartás, ezúttal a vese megbetegedésekről van szó. Ehhez a témához ezt a jóslást választottam, mint egy ilyen szerelmi csoda. És hogy hogyan alakul a párkapcsolat, mi vár rád a szerelmi élet területén, azt megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. Asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható egy férfi. Kezében van ez az arany érem. Ez utal a férfiakra, hogy kezükbe veszik a dolgokat, és rendezik az anyagi helyzetet. Ha egy hölgy vagy, akkor ez a király, ez a férfi segít neked az anyagiak terén, vagy lesz egy jó munkahelyi ajánlat, ez a férfi utalhat a főnöködre is, amit ez az arany érem még jelent, ezek a belső értékek. Tehát ez a férfi lassan ugyan, de közeledik hozzád, és megkapod a megbecsülést. Ha egy hölgy vagy, akkor itt a kártyáknál látható, hogy mennyire fontosak az érzelmi dolgok, hiszen a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Itt kezdetben vannak még fájdalmas emlékek. Lehet, hogy kicsit visszahúzódsz, befele fordulsz, de van jövő. Hiszen itt látható felül ez a két kehely, ami szimbolizálja a jövőt. Lezárod a múltat, a fájdalmas emlékeket, elmúlnak a könnyek, és itt javul a helyzet, lesz egy szép párkapcsolat. És hamarosan megjelensz itt, mint egy királynő, megvan a magabiztos fellépés, ott van a kezedben ez az arany kehely, ez jelenteti az intuíciódat, vagy jelenti az érzelmeket is,
itt is látható a mozgás, a kapcsolatok. Itt nem csak párkapcsolatról van szó, hanem lehetnek baráti kapcsolatok is. Vagy egy csoport, egy közös tevékenység, egy meghívás, vagy egy ünnepség. Ahogy itt felül látható ez a két kehe és utal a jövőre, ez itt újra megjelenik, a két kehely. Ez jelenti a párkapcsolatod. Egy szép, harmonikus párkapcsolatod. Sőt, itt is megjelenik a szerelem. Nem csak te nyújtod át ezt az arany kelyhet, ami azt jelenti, hogy kimutatod az érzelmeidet, hanem ez a férfi is közeledik hozzád. Az ő kezében is megjelenik az aranykehely, ő is kimutatja az érzelmeit. Itt lesz egy szerencsés fordulat a szerelemben. Akkor is, ha néha vannak még itt korlátozások vagy bizonytalanságok, de látható a szerelem, a párkapcsolat, ő is közeledik hozzád, kicsit lassabban, mint ahogy te ezt elképzelted, de ennek ellenére látható a nyitottsága. Itt is megjelensz, mint egy királynő, és a kezedben van ez az arany érem. Ez jelentett nyereséget, egy jó munkahelyi ajánlatot, de utal a te belső értékedre is, hiszen te is nyújtasz valamit. Itt valaki közeledik hozzád, vagy lesz egy ajánlat. Kicsit átláthatatlan ez a dolog, ez a munkahelyjel van összefüggésben, hiszen az ajánlat az megjelenik itt. De nem tudod, hogy elfogad-e vagy sem, hogy ez jó számodra, igen vagy nem, de azért figyelj oda, ki közeledik hozzád, milyen változások lesznek a munkahelyeden. És itt jobb oldalon a képek utalnak a közeljövőre. Itt ez a kártya jelenti az utakat, amikor a sors utatok kereszteződik. Ez lehet egy fontos találkozás, vagy jelenti a döntéseket, amikor elgondolkozol azon, melyik utat választ. Itt kisüt a nap, megvilágítja az utakat, tehát itt majd lesz egy komoly döntés, vagy részedről, vagy részéről. Itt megjelensz, mint egy főszereplő, ez a hölgy. Azt jelenti, hogy te állsz itt a középpontban, te hozod meg a döntéseket, minden úgy alakul, ahogy te ezt tervezed. A férfiaknál ez a hölgy jelenti a szerelmet, a lelki társnőt, és ez a hölgy áll a középpontban. A nap megvilágít valamit, láthatóvá teszi ezt a hölgyet, mások észreveszik, vagy a nap jelentheti azt, hogy tisztázódnak a dolgok kettőtök között, megvan a vonzalom. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!